Köszöntöm a Híradó Plusz nézőit! A Magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a 2019 a külhoni magyar gyerekek éve keretében 600 millió forint értékben két nagy pályázatot hirdetett meg a mai napon. Erről kérdezem Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár urat. Jó napot kívánok! Melyek a legfontosabb tudnivalók erről a két pályázatról? Köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a Pannon TV és rádiónak a nézőit. Azt gondolom, hogy fontos megjegyezni azt, hogy az elmúlt időszakban, az előző években a nemzetpolitikának az identitás megőrzés és megerősítés mellett fontos területévé vált a családoknak a támogatása, illetve a szülőföldön való boldogulásnak az erősítése, támogatása. Tehát ez azt jelenti, hogy a gazdaságpolitika felé is fordultunk, és gazdaságilag is szeretnénk a magyarságot minden régióban megerősíteni. Ennek folytán az előző néhány évben is olyan vállalkozásoknak írtunk ki, mikro- és kisvállalkozásoknak pályázatot, akik a családbarát gondolatot, tevékenységet és civil szervezeteknek is egyébként, akik ezt a tevékenységet munkájuk során fontosnak tartják. Most szintén egy ilyen pályázatot hirdettünk meg, 300 millió forinttal támogatjuk, a mai naptól van kiírva egyébként a pályázat, azokat a kis és mikrovállalkozásokat, akik segítik valamilyen módon a nagycsaládosokat, illetve a kisgyerekes családokat, és számukra programokat szerveznek, nyári táborokat, az elhelyezést megoldják, illetve különböző juttatásokat vezetnek be esetlegesen számukra. Ez egy nagyon fontos terület, azt gondolom, és fontos, hogyha ezek a vállalkozások megerősödnek. Másrészt pedig civil szervezeteknek, illetve egyházi szervezeteknek írtunk ki 300 millió forinttal egy pályázatot, ez is a mai napon jelenik meg, és egyébként mindkét pályázatnál május 28-áig lehet pályázni. Ez azt jelenti, hogy szintén várjuk azokat a szervezeteket, akik egész éves programsorozatot, vagy különböző fesztiválokat, majálist, juniálist, vagy bármi egyebet, de a családok részére szerveznek, illetve egész éven keresztül olyan programjaik vannak, amelyek a családokat segítik. Korábban már említette, illetve a Pannon RTV-nek nyilatkozta, hogy az idei tematikus évben több támogatás program is megmarad, ami az előző években. Melyek ezek? Hát mindenképpen ugye maradunk ennél a gondolatnál, a családok támogatásánál, és maradunk a szülőföldön való boldogulás támogatásánál. A családok támogatásánál ugye a Köldökzsinór programon kívül, ami jelenti az anyasági támogatásnak a bevezetését határon túl, illetve a babakötvény lehetőségének a kiterjesztését. Elindítottuk a babacsomagot, egyébként a délvidéken éppen Szabadkán kezdtük ezt meg, illetve Palicson, és folytatjuk is tovább. Ezen kívül szeretnénk a védőnői szolgálatot az összes régióban létrehozni, illetve ahol már működik, megerősíteni. Zajlik az óvodafejlesztési programunk, ami nem csak óvodákat jelent, hanem jelenti természetesen a bölcsödéket, játszótér építéseket is jelent, és hát az iskoláinkat is, általános és középiskolákat is folyamatosan korszerűsítjük, illetve hát Szabadkán jelenleg is épül a tanítóképzőnek az új épülete, vagy felújítás, de hát igazából az már egy új épületnek az építése, tehát próbálunk az oktatási szféra minden területére odafigyelni. Ennek alapján hogyan értékeli a programok sikerességét Vajdaságban? Én azt gondolom, hogy a Vajdaság az elmúlt időszakban egy óriásit lépett előre minden téren, és ez annak köszönhető, hogy a magyarságnak az összefogása jelentősen megerősödött az elmúlt időszakban, és ez nyilván hozott politikai sikereket is, de másrészt pedig a magyar társadalom minden részében ez érezhető. A gazdasági programok itt indultak meg először, gyakorlatilag nincsen olyan szakközépiskolánk, amit valamilyen módon ne korszerűsítettünk volna,
ide most már egyre inkább felzárkoznak a gimnáziumok is, a tanítóképző épül, kollégiumot hoztunk létre, tehát én azt gondolom, hogy nagy sikerekről tudunk, közös sikerekről beszámolni. Államtitkár úr, köszönöm szépen a beszélgetést! A Híradó Plusz bírót a Mara tudósította Budapestről.